Jó estét kívánok! Ezzel a témával kezdünk, illetve folytatjuk, amivel majd a végén Karácsony Gergelyel befejezzük, úgyhogy ilyen kis keretes szerkezet lesz. Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter és Szentpéteri Nagy Richárd politikai elemzők a vendégeim. Jó estét kívánok az uraknak! Ugye azonnali jogvédelmet adott Budapestnek a bíróság, tulajdonképpen a kormánnyal szemben, ugye a főváros perelte be a kormányt. A kormány nem vonhat el több pénzt a fővárosi önkormányzattól, mint amennyi támogatást ad. Ugye a főváros indította ezt a pert, egyetem mit szólnak a döntéshez? Hát én örülök neki, és egyben világszenzációnak gondolom, de nagy politikai súlyú döntésről van szó, mert hogyha a kedves tévénézők figyelnek, akkor itt az történt, hogy a bíróságnak kellett megállítania a magyar köztársaság kormányát, hogy a fővárost ne sanyargassa. Szóval az elmúlt időkben Magyarországon az volt a divat, hogy a kormány megpróbálja a főváros teljesen legatyásítani. Azzal az érvel, hogy majd ez vidékre kell, és hogy itt az erőforrásokat szépen... Mert hogy a leggazdagabb önkormány. Így van, szépen elosztani. Csak éppenséggel, miközben a fővárostól, a tömegközlekedéstől, az intézmények működésétől elvette gyakorlatilag a forintokat, aközben ugyanezeket a forintokat odaadta a VEI-nek, odaadta az Országgáz szerelőjének, hogy építsenek szállodát, építsenek klubot, meg nem tudom én micsodát. Na most ennek az az eredménye, hogy a főváros működőképessége határán van, ezek az emberek meg gátlástalanul gazdagodtak, és közben az ország... Nem azt mondja, hogy nekik adta, ugye ő azt mondta, hogy ez kompenzálták. Csak hogy olyan azzal mérhető, azt szeretném csak mondani, hogy azzal mérhető nagyságrendet adott a saját klientúrának, mint amit egyébként a fővárostól elvont. Márpedig a fővárosban élők, emberek közlekedni akarnak, normálisan élni akarnak, azt szeretnék, hogyha lenne ivóvíz, és azt szeretnék, hogyha a villamos pontosan járna. Ezt akadályozza a kormány egyszerűen pitiáner politikai bosszúból. Igen, ez valóban így van, és alig, hanem a bíróság azért ezt mérlegelhette, ugye? Mert ez a fajta jogintézmény, ennek a jogintézménynek az alkalmazása akkor válik lehetővé, hogyha kellő indok van, nagyon rövid határidők vannak, a bíróság gyorsan dönt, egyfajta ideiglenes intézkedés, csak a közigazgatási perrendtartásban ennek más a neve, de minden esetre indokoltnak kell lenni a kérelemnek, olyannyira, hogy okiratokkal is alátámasztva kell benyújtani, és alig, hanem a bíró úgy döntött, hogy ennek helyt ad, miközben azért, mert a főváros működő képessége került veszélybe, hogyha a kiadásbevétel oldal nem áll egyensúlyban, és addig is, amíg a végső döntés megszületik, addig is azonnali intézkedésként, fellebezésre való tekintet nélkül végrehajtható rendelkezést, végzést hozott. Úgyhogy ez alig, hanem üdvözlendő, a politikai megítélésben azonosulok a miniszterről. Beszélünk még mindjárt egyébként, hogy a politikai megítélése milyen lehet, mert mint olyan értelemben, hogy ez nagy győzelme Karácsony Gergelynek, vagy nem lesz ennek egy ilyen hatása, de előtte még, hogy az ellenzék sokszor mondja azt, hogy nincs már jogállam, leépült a jogállam, nincs már demokrácia, hibrid rezsim, sokféleképpen hívják ezt a rendszert. Egy ilyen döntés bebizonyítja azt, hogy van jogállam, vagy nem erről van szó. Karácsony Gergely is egyébként, amikor bejelentette, egy picit pedzegette ezt, hogy a jogállam morzsái azért látszanak még. Hát hála Istennek még az igazságszolgáltatás intézményrendszerének keretein belül azért vannak olyan bírók, olyan bíróságok, akik a jogszolgáltatás tekintetében megpróbálnak korrekten eljárni. Meg tudjuk mutatni azokat a bírói döntéseket, vagy bírósági döntéseket, amelyek mögött egészen erős politikai befolyást vélünk felfedezni, de természetesen nagy egészében a bíróságok tudnak függetlenül működni. Én is úgy ítélem meg, hogy a függetlenségnek vannak még nyomai, nem sikerült mindent elvenni. Ráadásul az újabb intézkedések bizonyos dolgokat visszahoztak, ugye gondolok a mérföldköveknek nevezett intézkedésekre az igazságügy területén, de az bizonyos, hogy ez az ügy, és azért próbáltam így a technikai részleteket ecsetelni, mert ez az ügy mindenestre azt mutatja, hogy amikor okirattal bizonyíthatóan itt egy jogos érdek sérülőben van, akkor a bíróság
az érdekvédelem mellé áll, ha úgy tetszik. Ez nem jelenti azt, hogy a végső döntésben is ez lesz, nem szóval ezernyi más döntésről természetesen, de minden esetre, amikor fehéren feketén ez a helyzet, és sietnie kell a bíróságnak a jogot szenvedett védelmére, akkor ezt e pillanatban még megteszi. A magyar bíróság sok esetben nem, a félelmek eluralkodtak a bírói karon is, de ez egy kedvező döntés, de mondom, ideglenes döntés, és ekként kell kezelnünk. No, akkor politikai következmények. Nagy győzelem ez Karácsony Gergelynek és a fővárosnak, most nem anyagi értelemben, úgy nyilvánvalóan, hanem politikai értelemben, és ott van a mérleg másik serpenyében, hogy mindeközben ugye ott van az OTP feljelentése. Ha ezt a kettőt, vagy nem is tudom, nem lehet ezt a kettőt tulajdonképpen összehasonlítani, de mondjuk Karácsony Gergely megítélésének melyik ártat jobban, vagy melyik üti meg jobban az emberek inger küszöbét? Biztosan nem ugyanaz a serpenyő a két dolog. Az egyikben folyik az eljárás, lesz valószínűleg érvényes bírósági döntés, és az alapján majd el lehet dönteni, hogy kinek volt ebben az ügyben igaza. A másik, bár idéglenes, de mégis fontos győzelem, és én nem Karácsony Gergely győzelmének tudom én ezt be, hanem egyébként a fővárosi emberek győzelmének, azoknak, akik egyébként elszenvedik az elvonásokat. Hiszen Karácsony Gergely vezeti az intézményt, gyakorlatilag a fővárosi önkormányzat működik, de azok az alrendszerek, ahova nem jut pénz, azok nem működnek, amelyek egyébként az emberek életére a legnagyobb befolyást gyakorolják. Én azt gondolom és azt remélem, hogy egy ilyen döntés azoknak az embereknek, állampolgároknak jók, akik használják, még egyszer mondom, ezeket a fővárosi szolgáltatásokat, akik itt élnek, és hála Istennek talán picit majd otthonosabban élhetnek, hogyha nem kell azzal szembesülniük, hogy folyamatos hiánygazdaságban itt-ott, amott a főváros működése csorbát szenved. Igen, ezt a kérdést már csak azért is hasonlóképpen látom, mert magát Karácsony Gergelyt is szétválasztanám, kis túlzással szól, vagyis hogy az ő pozícióit itt városvezetőként szerepelt ebben az ügyben, és valóban rövid, ideglenes ugyan, de győzelmet aratott méltán. A másik ügyben, az OTP fejlentés ügyében, ott miniszterelnök jelölti minőségében, vagy előjelölti jelölt. Az emberek fejében ez vajon? Nyilvánvalóan az emberek, amikor majd oda fognak jutni, ha ugyan ez a jelölés megtörténik, és az ő neve fog szerepelni a szavazólapon, akkor természetesen mindent mérlegelnek egybe, az ő fejükben ez természetesen egybe folyik helyesen, természetesen, hiszen az egész tevékenységet kell értékelni, de azért érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy városvezetői minőségében az említett politikai szereplő talán egy kedvezőbb megítélés alá esik, mint miniszterelnök jelölt előjelölti minőségében, ahol érdekes döntéseket is hozott, és közvélemény mint megosztó intézkedéseket, olyanokat is, amelyek az ő híveit is méltántalanul érték, vagy váratlanul érték, ami pedig a pénzügyi támogatását illeti az ő szervezetének, hát ott azért egy normális világban, hogyha magyar köztársaság lenne még, akkor a közvélemény alig hanem elvárná, hogy teljes értékű magyarázatot kapjon. Abban bízhatunk, hogy ez a magyarázat előbb-utóbb azért el fog jutni. Erről is kérdezem egyébként. De menjünk tovább. Más a HVG írta meg, hogy polgárőröket küldene a határa a kormány. Ugye a belügyminisztérium közzétette a kormány honlapján annak a salátatörvénynek, mert ez egy salátatörvényben van benne a tervezetét, amely a közbiztonságot és a migráció elleni harcot erősíteni, 25 törvény módosítanának, ez az egyik. Mit szól ez, Juhász Ferenc? Polgárőrök? Itt ül mellettem egy alkotmányjogász, és már nem haragszol meg, az égnek áll a haja, vagy az égnek állhat a haja, hogyha ezt elolvassa, mert képzeljük el, hogy egy civil szervezet, mert a polgárőrség az, ahol lokálpatrióta emberek saját jelenlétükkel járőröznek, és a saját jelenlétükkel próbálják a biztonságot fönntartani, azokat most az ország különböző pontjáról akár fegyverhasználat nélkül, mert hogy ezek nem rendelkeznek arra jogosítvánnyal, sétáltatják azon a határszakaszon, ahol egyébként a miniszterelnök szerint az elmúlt hónapokban, meg napokban lőttek, meg elmenekültek a felfegyverzett magyar és szerb határőrök.
Teljesen abszurd az az elképzelés, amellyel itt most előálltak, és én azt gondolom, hogy leginkább a polgárőrség helyi szervezeteinek ártanak a legtöbbet, mert azok az emberek azt fogják mondani, mert ezeket önkéntesen, hát nem megyek oda, kérem. Hát, de egyébként, bocsánat, hogy közvágok, ez a gyakorlatban, ezt hogy képzeljük el? Tehát polgárőrnek menni kell, hogyha mondjuk aki most polgárőr, és azt mondja a kormány ebben a sajátatörvényben, hogy oda rendelhetik a határra? Ugye elvileg önkéntes dologról van szó, és alig, hanem úgy áll a helyzet, hogy eddig is tevékenykedtek a határőr szolgálatban, annyiban, hogy járőrözhettek, ez végülis alaptevékenység volt a járőrözés, csak az nem volt kimondva a törvényben, hogy a határőr őrizet tekintetében is, vagy keretében is járőrözhetnek, ugye 8 kilométerre a határtól, az innenső oldalon természetesen. Tehát tulajdonképpen klasszikus polgárőri tevékenységet látnának el ezentúl is, csak ez nem volt az alaptevékenységek között, de a járőrözés igen. Most ez tudtunkkal, éppenséggel a polgárőrök kérésére került, ha már így áll a helyzet, mert már 8 éve végül is hasonló helyzet előállott, került be a törvénybe. Az tényleg más kérdés, és valóban hát vannak kritikáink, nem, de a jogalkotással kapcsolatban, hogy ez egy saláta törvényben. Jelzem, ez tényleg rengeteg törvényt módosítana ez a törvényjavaslat, ugyanakkor a határőrségre vonatkozó szabályokat módosítja leginkább, tehát azért ez a leghangsúlyosabb része a javaslatnak. Hogy ezt éppen így kellett megoldani, és éppen most ennek politikai okai vannak. A politikai ok pedig hát egyértelműen az, hogy nincs elég határőr, nem tudják ellátni a feladatot, ezért szükség van a határőrökre is. Az más kérdés, ha szabad egy mondatot még hozzáfűzni, politikai értelmezését illetően a dolognak, hogy azért az embercsempészek közelmúltbeli kiengedése a magyar börtönökből minden esetre nem járult hozzá a hatékonyabb határőrvédelemhez, alig hanem. Ez ugye 1400 embercsempészt engedtek ki, bocsánat, és pont mai hír Szentendrén majdnapban 3 lövéssel állították meg az egyik embercsempészt. Hogy lehet azt egyáltalán követni? Én nem tudom, hogy 1400 ember hová megy 72 órán belül, mert hogy ugye azzal az indokkal engedik el, hogy 72 órán belül el kell hagyni az országot. De akkor átmegy Szerbiába, és akkor majd szervezi onnan tovább az embereket. Hát tehát, ugye, mivel ezeken az embereken nincs nyomkövető, mellettük nem áll egy rendőr. Éppen ezért a hatóságnak fogalma sincs arról, hogy ez az 1400 most merre van a világban. Ők hoztak egy határozatot, nyilván, hogyha egy igazoltatás vagy egyéb közben találkoznak vele, akkor el tudnak járni. De most ebben a pillanatban fogalmunk sincsen, hogy hol vannak, de jó esély van arra, hogy ezt a jól fizető bűncselekményt a későbbiekben is űzni fogják. Igen, nem lehet tudni, hogy hol vannak, valóban nem lehet követni, mert azért a kormány nem esküszöm meg rá, egyébként jön Rétvári Bence, és meg fogom ezt is kérdezni tőle, hogy talán ha 4-5 embercsempész maradt itt 72 óra, de akkor ezt honnan tudják? Tehát igen. Az a feltételezésünk, hogy a kormány azért tudja, hogy ezek merre mentek, sőt, talán nem is indokolatlanul engedte őket ki. Lehet, hogy egy részük valóban megörült ennek a lehetőségnek, és nyugatra távozott, de egy nagy részük alig, hanem mégis a déli határ felé hagyta el az országot, és alig, hanem folytatta azt a jól fizető tevékenységet, ami most még jobban fizet, sőt, piszkos pénzeket kapnak ezért a dologért, és fölvetődik a gyanú, hogy a magyar kormánytól is kapnak ezért pénzt. Mivel, hogy súlyos gyanú. Ez súlyos gyanú, ugyanakkor az érdekes nem de megfigyelni, hogy a szlovák-magyar határon föltűnnek a migránsok, hogy azt a kormány szóhasználatát, a kormány propaganda szóhasználatát használjuk. És ezek azért tűnnek föl most, és jelzem, Fico az egyik érintett, ugye majdani és egykori, de lehet, hogy nem majdani miniszterelnök Szlovákiának, éppenséggel a határzárat proponálja most, és követeli a mostani törvényes szlovákiai kormánytól, amelyet egy magyar ember vezet, magyar miniszterelnöke van Szlovákiának. A magyar kormány mégis valamiért, furcsa módon, nem magyar érdekből, abban érdekel, hogy más legyen. Ficónak azért, ugye vasárnap lesznek a választások. Így van, Ficónak szurkol, és Fico érdekében ráereszti a menekült áradatot északi szomszédunkra, és ez valóban befolyásolhatja a közvélemény hangulatát, és valóban hangolhatja a pillanatnyi kormány ellen, és esetleg az ugyancsak ez ügyet meglovagló Fico mellett. Itt tehát olyan piszkos dolgok vannak, kénytelenek vagyunk ezt mondani, amelyek olyan összefüggésekre mutatnak rá, amelyeknek a morális megítélése egyértelmű, még akkor is, hogyha ezeket nem merjük kimondani, mert annyira
messzire menő következtetések levonására adnak alkalmat ezek a konzekvenciák, amelyeknél már megáll az ember. Riháddal egy ponton hadd vitatkozzak, nevezetesen, hogy ő azt mondta, hogy jó okunkon feltételezni, hogy a kormány tudja, hogy ezek kimentek, elmentek és hol vannak. Ismerve a rendszer működését, nekem meg jó okom van feltételezni, hogy fogalmuk sincs arról, hogy hol vannak ezek. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.